Pozitív és negatív jelzések egyaránt érkeztek az idei tanévkezdésről, közölte a pedagógusok szakszervezetének Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei elnöke. Miklósi István kiemelte, a tanári béremelésről is megosztanak a vélemények, főleg a nem pedagógus állományban lévők fizetésemeléséért is szólal majd fel a szervezet, hogy többek között a technikai dolgozókat és takarítónőket is érintse a januári emelés. Nem csak egyeztetéseket, egy újabb sztrájkot is szerveznek. A konfederációnk, a MASZ októberben a Tisztes Munka Világnapjára meghirdetett már egy tüntetést Budapesten. Ennek a részleteit fogjuk most majd elnök asszonytól megtudni. Ezek még kidolgozás alatt vannak október 7-én Budapesten. A Pedagógusok Sztrájkbizottsága és a Pedagógusok Szakszervezete korábban 25 pontban fogalmazta meg követeléseit. A kormánnyal végül több mindenben közös álláspontra jutottak, azonban jogszabályként ezek nem jelentek meg, ezért szeretné a szervezet folytatni a tárgyalásokat. Az egyik központi téma a nyugdíj közelében álló tanárok helyzete. A nyugdíj előtt álló pedagógusok esetében, akik 7 évvel nyugdíj előtt állnak, mi azt szeretnénk, hogy ahhoz a bejelentéshez tartsa magát a kormány, amit Balogh Zoltán tett, hogy ezek a kollégák minősítési eljárás nélkül a pedagógus kettőbe kerülnek. Azok a kollégák, akik önként vállalták ezt a minősítést, és azt mondja róla az oktatási hivatal, mint egy 1400 kollega esetében, hogy ez sikertelen volt. Ezt hagyja figyelmen kívül, mert az oktatási hivatal a sikertelenségnek az okát nem vizsgálta, ezek objektív okok is lehettek, tehát nem lehet ezekkel a kollégákkal így elbánni. Erre vonatkozóan már kezdeményezett a szervezet egy egyeztetést az EMI-vel, hangzott el a megyei titkári értekezleten. Jelenleg ennek az időpontjára vár a pedagógusok szakszervezete. Galló Istvánné arról is beszélt, a 2016-os tanév sem indult zökkenőmentesen, főleg az idén átalakított szakképzés területén voltak problémák. Ezekről is értekeztek a pedagógusok Nyíregyházán.